Ismeri még valaki a civil betűket? Ez a Moszkva trilógia első része. Sziasztok, itt vagyunk a Történelmi regényeknél újra. Szeretném bemutatni nektek az új könyvespolcunkat, amit nem olyan régen vásároltunk. Azt gondoltuk, hogy itt helyezzük el a legfrissebb történelmi regényeinket. És azokat az ismeretterjesztő könyveket is, amik kapcsolódnak a témához. Ebben az esetben Fekete bárányok, Őrült diktátorok a főszereplői. De lássuk, hogy mit is a legfrissebb történelmi könyvek. Háború, szenvedélyek, intrikák. Az író irigylése méltó könnyedséggel és ötletességgel jeleníti meg a reneszánsz legbefolyásosabb családjának több évszázados történetét. Ők a Medicik. Aztán egy háborús könyv, a Hosszú-hosszú út, Cynthia Harold Eagles, Otthon és a fronton, 1917, tombol a háború, amely mostanra már semmit és senkit nem hagyott érintetlenül. Tenger alatt járók is vannak benne, úgyhogy izgalmas. És egy borús téma, az Auschwitz-i könyvtáros. A könyvek veszélyes holmik, a reményt jelenthetik, vagy a biztos halált. Az emberi történelem talán legsötétebb napjaiban, Auschwitz poklában született történet messzire világítva hirdeti a reményt és a bátorságot. Az Auschwitz-i könyvtáros a fiatalabb olvasók számára is átélhetővé teszi a koncentrációs táborok rettenetét és az irodalom legyűrhetetlen erejét. Ismeri még valaki a civil betűket? Ez a Moszkva trilógia első része, és Sashenka a főszereplő. Szentpétervár, 1916, Oroszország a forradalom küszöbén áll. Miközben Ariadna grófné Rasputyinnal és zűlött barátaival mulatozik, lázadó kamaszlánya, Sashenka a bolsevikok ügynökének áll. Ez is izgalmasnak tűnik. Erről pedig majd a jövő héten. Ma arra vagyok kíváncsi, hogy a történelmnek mely időszaka érdekel benneteket leginkább. Ezt a hozzászólásoknál írjátok meg nekem. A könyvkéréseket pedig az eztkérem@gvkik.hu-ra várjuk. Remélem nem sokára találkozunk. Sziasztok!